Három dalt választott a pici bácsi, hármat én. Kölcsönösen nem tudjuk egymásról, hogy melyik három dalt választottuk, természetesen tőle és nem tőlem. Leoltjuk a lámpát, meghallgatunk egy dalt, egy kicsit beszélgetünk róla, és pörgünk tovább, és abban reménykedünk, hogy szakmai és emberi titkokra épp úgy fény derül, mint kellemes, szórakoztató történetekre. Fényekbe bújj, az, amit hiszel. Kezdhetjük? Akkor kérjük szépen az első dalt, és a lámpákat pedig le. Voltam erős, voltam gyenge, voltam szétesve, s összeesve. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó estét, vagy ami most van, és köszönöm, hogy megvártak, vagy megvártatok. Szerintem a korom jogán szabad tegeződjünk, ti meg, ha valaki kérdez, nem tudom, hogy van-e ilyen kérdezősdi, akkor tegezzetek nyugodtan, mint öreg kollégát. Szokott lenni kérdezős díj, most én tegezlek le, ha megengeded. Én tudtam, hogy egy csomó szomorú dal lesz, ami valahogy mégis vidám. És számítottam rá, hogy ezt a dalt ezt fogod hozni. Ez egyszerre rendkívül szomorú és rendkívül vidám valahogy. Amit ennek kapcsán nyitó kérdésként rád zúdítanék, az az, hogy hogyan... Ugye ez valahogy az Ibolyának a személyiségéből adódik ez az emelkedett tragikusság. Hogy ezt hogyan lehet dalszerzőként megragadni, amikor valakinek írsz, és van egy ennyire világosan sokrétű személyiség, felhőszerűen megragadhatatlan, de mégis nagyon kontúros. Tehát, hogy valahogy egyszerre semmi, pont ezek az ellentmondások, és mégis valami. Hogyan lehet ennek nekiugrani? Először is azt gondolom, hogy egyszerűen az eltöltött, vagy a szakmában, vagy a munkában eltöltött évek miatt beszélhetek úgy, mintha nem is tudom, én tudnék tanácsokat adni, lévén, hogy egyszerűen van ez a rettenetes mennyiségű év, és a rettenetes mennyiségű dal, ami mögöttem tényleg így hordalékként felgyülem lett. És én azt gondolom, hogy dalt úgy írni, hogy valakik megkértek, akkor mindig csak úgy lehet, hogy a végtelenségig megpróbálni belebújni az ő bőrükbe. És akkor nem lehet a dalt utána elcserélni. Tehát ezt a dalt nem kaphatta volna meg a Rúzsa Magdi, akivel szintén dolgozom, és körülbelül ugyanakkor kezdett el úgy nagyon fölfele menni a kettőnk munka üteme, vagy munkatempója, és így párhuzamosan folytak felvételek. És tehát magyarul egyszerűen úgy gondolom, hogy úgy kell ezeket megírni, hogy tudom én, 40 éve, vagy talán több, 76 azt hiszem, amikor elkezdtem az Oránnak dalokat írni, 40 éve nem tudom, azt nem tudom odaadni másnak. Tehát nem fordult elő, hogy párhuzamosan dolgoztunk úgy, hogy ugyanabban az évben volt Katona Klári lemez is, és hogy akkor a Zorán dalok közül az egyiket átsummantottam volna a Katona Klárinak, vagy fordítva. Tehát ezek szerintem személyre szóló dalok, és ami még ezen kívül marad, magyarul, hogyha magamnak írok, akkor azokat szokták elvenni a előadó művész barátaim. Azok meg olyanok, hogy ha elbírják venni, akkor megvigyék. De mintha pont ezt látom, hogy mintha az Ibolyát sokkal jobban beleírnád a dalba, mint magadat. Tehát a te dalaid univerzálisabbak, amiket magadnak írsz, ma bárki el tud énekelni egy presszerben. De az Ibolya érdekesebb az ő élete, mint az enyém. Az egy hihetetlen élet ez alatt az eltelt 40 év alatt, úgyhogy az utolsó 6 évben jóformán csendben volt. Tehát alig ekkora helyeken havonta egyszer, ha fellépett. Tehát ezért ez nagyon-nagyon durva szünet. És az, ami az ő életében történt, arról nyugodtan lehetne írni egy nagyon jó filmforgatókönyvet, vagy akár egy színpadi drámát is. És így persze
így persze könnyebb. Egy Zorán bőrébe belebújni nem az ő életének a drámaisága ad okot, vagy ad lehetőséget, hanem az, hogy hogyan működik a feje, hogy hogyan gondolkodik, meg hogy ő tőlem még, tehát én azt gondolom, ha még megengedtek ilyen tanácsadást, hogy el kell képzelni az énekest, hogy ott áll a színpadon. Ott áll a színpadon, és ezt most tőle fogom hallani. Működik, vagy nem? Szerintem ezt el tudjuk képzelni, akik ülünk a hangszernél, és álmodozunk a mi énekesünkről, vagy előadónkról, vagy bárkiről. Akkor hallgassuk meg a következő dalt. Na, ezt én választottam neked meglepetésképp. Egy jól sikerült képedet. Ugye? Hát nem rádióbarát vége. Nem. Hát nem. Nincs, ezt én nem tudok magamnak, nem tudok rémesebbet elképzelni, mint ülni, és másokkal együtt hallgatni a saját dalodat. Pedig ez most még lesz egy 3-4 óránál. Ezért például nem hívok soha senkit a stúdióba, hogy hallgassák meg az anyagot, ami lehet, hogy hiba, én hosszú története van annak, hogy miért van ez így, de függetlenül ettől egyszerűen nem tudok mit kezdeni magammal. Ülök, csak azt hallom, hogy hol a hiba, hogy mit kellett a ma mit csinálnék másképp, vagy mit kellett volna akkor másképp csinálni. Ezt majd fogjátok érezni, hogy eltelik valamennyi év, és hogy akkor lehet, hogy ezt a dalt nem így kellett volna megcsinálni, de ez csak egy megvalósítás. Tehát egy szerintem abból nem szabad elkeseredni, hogy egy dalnak az esetleges, akár magatok által csinált verziója nem tökéletes. Majd lesz belőle másik, meg harmadik, és jobb. És az ember sokszor meglepődik, hogy miket hall vissza a dalaiból, és milyen fajta variációkat. Tényleg tátott szájat szoktam hallgatni, így dalokat, ahogy egyszerűen visszahallom a mások átdolgozásába, vagy feldolgozásába, vagy nem tudom jogilag mi a megfelelő szó. Úgyhogy, de ennél rémesebbet, ráadásul így szemben ülni csomó emberre, és várni, hogy mikor lesz vége. Hát nem tudom, egy függönyt esetleg, vagy letakarjunk addig, vagy egy ilyen fehér zongora lepelle. Azért választottam ezt a dalt, mert két bámulatosan érdekes dolgot veszek rajta észre, akárhányszor hallgatom. Az egyik, ami benned is furcsa érzéseket kelt, ez valószínűleg az idő múlása. Ebben a dalban teljesen megváltozik az idő múlás. Egyszerűen amiatt, hogy a végén sok ez a felszakadó dolog, és a másik ez a felszakadó dallam. Az az érzésem, akárhányszor hallgatom, hogy ez egy ilyen nagyon őszinte elkapott pillanat. Tehát ül az ember a zongoránál, ez az ember a zongoránál, és ez úgy kiszakad ez az egész, és valahogy csak nagyon furán szerveződik dallá. Hát ez egy somogyvári Rudolf a színész halt meg, akkor én a Vígszínházban voltam már pár éve, nem sok. Már játszottuk a képzelt riportot, és ő 60 fölött volt, ugye jóval fiatalabb, mint amennyi most én vagyok, és meghalt, és mi jóba voltunk, és engem ez nagyon elütött, mert ugye azt látni fogjátok, meg láthattátok eddig is, hogy akkor jönnek a nekrológok. Tehát minden törölve, ami addig megiratott ugyanannak az embernek a tollából, általában egy orgánumnak egy nekrológírója van, és akkor ő az, aki megírja ilyenkor az összes jó, rossz, főleg közhelyes szírszart, és kész, és utána leengednek a gödörbe. És az a sok rossz kritika, minden az úgy erre az egy-két napra úgy félre lesz tolva,
és hogy úgy, és az is idegesített, hogy vagy izgatott, hogy tudtam, hogy közben ez így működik, hogy nem lesz, egy pár nap múlva megszokjuk, hogy a Rudi nem jön be. És kész, és nagyon, nagyon fájt, és nem tudtam megírni, úgyhogy azonnal hívtam a Dusánt. És ami pedig a nóta végét, én nem tudtam, tényleg azt a Gyuri magyarázta most el nekem, hogy tényleg az van, hogy nem tudtam abba hagyni ezt a siránkozást, nincs rá szebb szó, mint hogy valahogy így ezzel a kromatikusan fölfelé moduláló üzével, dallamfoszlánnyal azt próbáltam. Meg nyilván élveztem is, hogy ott azért elég jó két harmónia van, amelyik mindig megforgatja a dolgokat, de ezek már csak mindig arról szólnak, hogy úgy sincs tökéletes tragédia, vagy tökéletes komédia. Tehát meg minden ilyen borzalom után egyszerűen tovább kell lépni, és valószínűleg ez a fölfelé menetelő dolog, ez valami olyat próbált kijelenteni, ha egyáltalán nekem kell magyarázni valamit, és rettegek, ahogy most a következő dalt. Nem tudom mi az, de meg kell hallgatni. Azt te leszel a következő megint. Még ehhez egy kérdés, hogy nagyon ritkán szoktak erről a témáról, hogy valaki meghal, és valakit elbúcsúztatunk. Hát ha valami nem egy pop téma, akkor az ez. És hát ugye nem szoktunk ilyen dalokat írni. Ma tegye már föl a kezét, aki esetleg írt a barátjának a halálára dalt. Amit rátett egyébként, ugye ez a zene című lemezen van, amikor ugye friss volt a... Hát kérdezzek valamit tényleg barátságból, hogy valaki hallotta már ezt a dalt? Ki ismerte ezt a dalt? Ja, ezt meg szoktam kérdeni, csak most elfelejtettem. Na, annyit. Szóval ez 76, tehát 43. év. Nyilvánvaló, ugye, hogy a többségetek... egyszerűen meg se született, vagy még utána is jó van. De azért kérdezem ezt, mert hogy engem mindig érdekelt a dalok sorsa, meg hogy majd meglátjátok, hogy mennyi problémát okoznak a dalok, hogyha ott vannak már mögöttetek. És elkezdenek élni. Elkezdenek élni, visszahalljátok a feldolgozásokat, visszahalljátok. Minden lesz. Jogi problémák, megtörténik, hogy használják, amikor még nem akarjátok. Persze, amikor akarjátok, akkor kevésbé fog sikerülni. De hogy mi lesz mondjuk, hát ezt nehezen lehet úgy mondani, hogy népszerű dal, mert hát ez a témájánál fogva, hogy a fenébe lenne népszerű, de mégis egy valamikor ez egy ismert dal volt. Igen, ez egy rádióban játszott dal volt. Nagyon furcsa módon egy olyan kornak a lenyomata, amikor tehát ma nem fordul elő, hogy halálról szóló dal legyen a rádióban. Ugye válogattál vidámabb dalokat is. Nekem ez az egyetlen szomorú volt benne már csak. Legalábbis remélem. Én válogattam, hogy is van, most nem. Ez a volt, ami bolykát válogattam, én ezek ne most én jövök? Most megint te jössz, úgyhogy a nem tudom, vidám lesz. Jön. Nem tudom, vidám. Reméljük, hogy hát, ha vidám lesz. Jó, hallgassuk meg. Hát, amilyen, amilyet én kéred én az akkomat esetleg, hogy magadra terítsd addig, amíg meghallgatjuk. Kapcsoljátok le a vetítőt is, azt lehet? És akkor semmi fény nincs. Attól még ugyanaz az érzés. Na csak figyeld meg, tök sötét lesz. Nem félek annyira. Wow. Ez az. Amikor régen, amikor az égen egy nagy vörös csillag fürdött a fényben, filmbemutató, s utána a banket, persze mindenki ott volt, ahogy akkor is illet. A színész, a zenész, a rendező, az ügyelő, a kritikus, a jelmes, a díszlettervező, s a sugós, a besugós, az író özvegy. Ilyen a filmvilág, ez mindenütt így van. Fiatal voltam és felelőtlen, úgyhogy a partin személyesen témferegtem, s akkor megláttam őt, a gyönyörű nőt, ahogy néz, 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 néz. Hú,
Ismét csak hú! Nem kérdés, hogy mi az első kérdés, hogy a valóság emlőjét is szívtad, amikor ez a dal. Igen. És tényleg megvert a férj? Hát nem a férj, hanem a kettő, amelyik jött vele. Ja. És a férj hozzám sem nyúl. Ügyes. Két csávó nagyon elvertek a saját lakásunk ajtajában. Na, hát gratulálok ehhez. Ez volt a legnagyobb, amit életemben ruhát kaptam. Hát akkor, mint férfi a film, megérte? Mert ugye végső soron... Igen. Most már könnyű mondani, de még igen. És miért ezt a dalt választottad? Azért, mert hogy ez nem egy igazi dalforma, hanem ez, és én szeretek ilyeneket írni, ezek nyilvánvalóan csak azokhoz jutnak el, akik megvették a lemezt, mert ilyet nem játszik le a rádió, ilyet se játszik le a rádió, és én szeretek szórakozni ezzel a novella, vagy mit tudom én, mi ennek a neve, formával, és akkor ilyen történeteket írok. Mert hogyha valaki ismeri, akkor ilyen a Majd Leonard, ami a Bernsteinről szól, vagy a kék likör, a két ördög, lehet, hogy azt kellett volna választani. Nem tudom, hogy az rövidebbe, de az már, ott nem minden szerepet én játszom. És az olyan viccesebb talán, nem tudom. Te ugye ahhoz a generációhoz tartozol, és ezen a dalon ez rendkívül hallatszik, aki erre az egész könnyű zenei műfajra, mint egy ilyen végtelen zsírkréta készletre tekint, a szandokra, a zenei struktúrákra, a lehetőségre. Ugye ma is sokan vannak, akik ennek így állnak neki, hogy nem azon, hogy írok egy dalt, és akkor legyen egy refrén, hanem valahogy tényleg, mint egy ilyen óriási nagy játék tér, amin a kifejezőkészségnek hatalmas lehetőségei nyílnak meg. Hogyan lehet, vagy hogyan érdemes ebbe az óriási színes ceruza készletbe belenyúlni pont ennek a dalnak kapcsán, ez a triviális kérdés. Mit csináljon ma egy szerző, aki már be van szorulva mondjuk a rádiós dalformákba, vagy a YouTube világegyetemébe? Hogyan van, honnan van kijárat? Vagy nem tudom, tehát én nem olyasfajta tanácsot nem szeretnék adni, és egyébként abba is hagyom ezt a tanácsadáskodást, de hogy azt én nem tudom senkinek se tanácsolni, hogy a dalírásnak milyen ösvényére menjen, vagy hogy hány ösvényen járjon. Én azt gondolom, hogy az az érdekes, hogyha minél többet kipróbál, hogyha minél inkább megpróbál szabad lenni. Nyilvánvalóan tudomásul kell vegyünk, hogyha kapunk egy felkérést, és most inkább rólatok van szó, akik a saját generációtok miatt könnyebben tudnak a rádióval valamiféle kapcsolatot találni, vagy a rádiókkal, vagy egyáltalán a médiával, akkor én azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogyha egy ilyen dolog van, van egy felkérés, a felkérésnek kell tudni eleget tenni. Tehát egy felkérésnek meg kell próbálni, és kell tudni megfelelni. Mert az hozzátartozik, a játékhoz. És azért, tehát nem lehet úgy csakkozni, hogy nem tartom be a szabályokat, de utána meg jön az, hogy lehet úgy is lépni, hogy lehet, hogy az egy veszélyes övezet, ahova belépek a figurával, és nem sokan tanácsolják, és nem lesz nagyon népszerű, és nem fog írni róla a sakszakirodalom, de mégis lehet, hogy élvezetet okoz. Tehát én azt gondolom, hogy abba ne menjetek bele, hogyha bármennyire is tutira lehet menni, mert olyan előadótok van, vagy ti magatok vagytok olyan előadó, akit szívesen játszik a média, ne menjetek abba bele, hogy csak azt szolgáljátok ki. Mert úgyis ezzel is lehet fejlődni, mert a média állandóan mást fog akarni, hogy így mondjam. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy a média diktál. Tehát a kiadók meg akarnak felelni a médiának, és hogyha ha valamelyik médium azt mondja, hogy nekem, mit tudom én, most legyünk nagyon egyszerűek, latinos dolgok kellenek, akkor a kiadó azt fogja neked mondani, hogy írjál latinos dolgot, mert azt lehet, hogy el tudom helyezni a kiadóban. És onnantól kezdve neked azt kell mondanod, hogy ez is hozzátartozik az én, hogy mondta, színes zsírkrétáimhoz, hogy írok latint. Hát, hogyha élvezni fogom, hát, hogyha mások is élvezik. De azt gondolom, hogyha vettél már egy ilyen, nem tudom én, 12 színű
készletet, akkor próbáld meg mindegyiket használni, mert egy idő után fájni fog az, hogy az egyik elkopott, és az összes többi meg ott áll szinte érintetlenül.